A Szent Johannát játszottam, és Taub János, aki egy csodálatos rendező volt, kitalálta, hogy Johanna, amikor az udvarba megy, ugye hát a börtönbe halat kap, de ott nem tud mit enni, és hogy a virágcsokrot, amit kap az udvarban, azt kezdje el kvázi legelni. És hát én ezt a virágcsokrot szépen mindig, volt benne fehér szegfű is, azt elkezdtem enni, és utána folytattam, volt egy nagy monológom. Igen ám, de az egyik este állok a fejgépben, várom, hogy rohanjanak be a csokorral, ott nekem gyors öltözésem volt, én is berohantam, másik helyről kaptam a csokrot, húha, mondom, ez más csokor. Lilium volt benne, és ez a kék nőszirom. Hú, mondom, most melyiket egyem. Ugye volt a Gerard Philippe-nek egy híres filmje, amiben úgy halt meg a szerelmesnő, hogy liliumokat tettek a hintójába, és akkor abba belehalt, mondom, na ez eszembe jutott közben, így a Szent Johanna monológ. Akkor hagyjuk a fehéret. Mondom, ezt nem eszem meg, eszem a kéket. Elkezdtem menni a kéket, nagyon finom édes volt. Nem kóstoltam még nőszirmot, de... De mivel ezen így elhezitáltam azt a 3-4 másodpercet, ezért visszaköptem, és nem nyeltem le. Szünet. Elkezd égni a szám, mondom, mitől ég? Kértem a öltöztetőnőtől, hogy hozzon vizet, nem segít, mondom, hozzál tejet. De akkor márig bírtam bezárva tartani a számat, és nem tudtam, hogy mi az. És visszamentem a színpadra, és gyakorlatilag az 5. felvonásban, ahol Johanna már az égben van, ott én már nem úgy becsukni nem tudtam a számot, de az ájulás szélén voltam, mert úgy... Csak így tudtam venni a levegőt, hogy ne csukjam be a számat. Kiderült, hát aztán bevittek a kórházba természetesen, savmarás, és hát egy ekkora könyvből a doktornő így lapozta, és azt mondta, hogy iszonyatosan nagy szerencsém van, mert ugye erre allergiás lettem volna, akkor abban a pillanatban végemetszés és megfulladok. Így aztán csak a korányiba voltam, így aztán csak rengeteg szenet itattak velem, meg infúzió, meg minden, és reggel ébresztett a nagyon kedves fiatalember, és azt mondta, mi van, művésznő, öngyilkos lett? Mert ugye oda általában az öngyilkosokat szokták vinni. Korányban. Édesapám meg anyukám pont akkor jöttek vissza egy nyaralásról, leszálltak a repülővel, és az egyik újság címlapján ez volt, megmérgezték Eszenyi Enikőt. Hát szegények a reptéren, mire kinyitották a harmadik oldalt, ezt hogy kiderült, nem úgy... hogy nem, igen. Igen, úgyhogy ez volt. Eszedbe jut néha, hogy mi lett volna, ha nincs az a bizonyos árvíz? Ahol te laktál, Csengerben, ami után ti ugye elköltöztetek Debrecenbe, és elkezdted a színjátszást. Hát mondjuk jobb lett volna, hogyha... Jobb lett volna, nincs az árvíz, de a te életedben, ha nincs ez a költözés, és nincs ez a váltás, és nincs, nyilván egy kicsit jobban felpörgött az életed, amikor a nagyvárosba beköltöztetek, és ott elkezdtél hát, színpadozni. Az, hogy felpörgött az ember élete, az nem így mondanám, inkább egy nagyon kis faluból egy nagyvárosba kerülni, az nem... fölpörög az élete az embernek, hanem beszűkül, mert a faluban mindenkit ismer az ember, a nagyapja a falu iskolaigazgatója volt, ott van a rokonság, a családok, a család óvó karjai, az utcán végigmegy az ember az óvodáig, akkor mindenki tudja terelgetni, este jönnek a tehenek haza, tehát tudja, hogy mire számíthat az ember. Egy városban pedig a szüleim is, és mi is sokkal védtelenebbek voltunk, és tehát sok mindenért azt gondolom, hogy a szüleimnek is meg kellett küzdeni, és lakótelep, és pici lakás, a nagy kerthez, a nagy, tehát mi eladtuk a cseresznyés kertet, ahogy a Csehovnál van, úgyhogy egy más helyzetbe kerültünk. De én hamar megismerkedtem ott a színház világával, sokat jártam színházba, és az nekem egy nagyon csodálatos dolog volt az életemben, mert Debrecenbe
kezdtem el először színházba járni, addig nem, tehát 12 éves koromig én csak cirkuszt láttam, meg hát ami Csengerbe eljött, egyszer eljött Latabár, úgyhogy arra emlékeztem, 5 éves koromban láttam először, hogy volt egy bácsi, aki nyakkendőjével olyan furcsán mozgott, és ez rám nagyon nagy hatással volt. 4 színésznő fényképe van az irodámban, a falon. Az egyik Varsány Irén, aki a Vígszínháznak színháznak nagy színésznője volt. Aztán Bajor Gizi, aki csak rövid ideig játszott a Vígszínházban, a Nemzeti Színház színésznője volt, de tőle azt hiszem nagyon sok mindent tanult Rutka Éva, amikor ott játszott egy ideig. És Törőcsik Mari. Mari óriási hatással volt rám, több filmben játszottunk együtt, és Kornis Mihály Kozmájában játszottunk együtt, Pafferával együtt. És hát én azt soha nem felejtem el, azt a próbaidőszakot. Én azt hiszem, hogy akkor váltam nagykorúvá, mert tőle, hát, tehát az energiái olyan különlegesek, és hát egy zsenit dicsérni az, igen, most hogyan nagyon lehet nehéz, tovább? Nem lehet rá szavakat találni valóban. Amikor színigazgatóként játszol, hiszen sokat játszol, rengeteget, akkor több benned a kétség, mint amikor még nem voltál direktor ugyanazoknak az embereknek, akikkel együtt játszol. Úgy érzed úgy néha, hogy több a figyelem, és jobban kell figyelned, és többet kell, jobban kell teljesítened, még jobban? De az ember mindig megpróbál jól játszani. Tehát nem dönt úgy, evidens, hogy jaj, most színigazgató vagyok, most jobban kell játszanom, mert ez... Lehet, hogy nem is tudok jobban játszani, de bizonyos esetekben, amikor az ember esetleg fáradt vagy kimerült, akkor lehet, hogy nagyon jól tud játszani, de lehet, hogy nem tud jól játszani. Tehát az annyira a napi bioritmushoz van egy este, de soha nem akar az ember rosszul játszani, ez biztos. Ez evidens. Engem inkább a dolog pszichológiája érdekel. Nem, nekem igazából nem itt történt a változás az életemben, hanem amikor elkezdtem rendezni. Amikor elkezdtem rendezni, az körülbelül olyan 17-18 évvel ezelőtt, vagy talán több is, akkor onnantól kezdve éreztem egy nem mindig könnyű dolgot, hiszen sok mindent kívülről és belülről is figyeltem, és az nem mindig tesz jót az ember színészetének. Amikor az ember próbál megcsinálni, megfogalmazni egy szerepet, akkor nagyon jó, hogyha csak arra koncentrál, és csak az van a fejében. De velem sokszor történik meg az, mondjuk a legeklatánsabb példa, a Mikvét játszottuk, Kolozsvárot. Nekem a Mikve az azért volt érdekes, mert akkor már a Pesti Színházban azt hiszem 4 éve vagy 3 éve nem volt bemutatóm, tehát már régen játszottam. Uh-huh. Most a Mikve volt ugye az első olyan, hogy hosszú évek után új darabot próbáltam. Uh-huh. Természetesen régiek mennek. És nagyon nehéz volt nekem ezt a darabot próbálni. Sokszor voltam zavart, sok minden volt a fejemben, tehát már sok mindennel meg kellett küzdenem. És Kolozsváron ültünk a takarásban több kolléganőmmel, épp a Börcs és a Pafvera voltak a színpadon, elkezdik az előadást, fölnézek, menj gyerekek, hát itt ég a munkavilágítás. Azt mondják, nem, ez nem az, ez így volt eddig is, mondom, nem, ez ég a És úgy megrettentem, tényleg égett a munkavilágítás, ott a Börcsi meztelenül fürdik, és a Verával van egy jelenete, egyszerűen elkezdtem rohangálni, hogy hol lehet kikapcsolni, és kikapcsoltattam. De nyilván, ha nem rendezek, és nem vagyok egy színházigazgatója, akkor egyszerűen más a... Tehát, hogy máshonnan szemlélsz dolgokat, akkor lehet, hogy észre se veszed. Tehát egy kicsit rendezel színésznőként is fejben? Ez nem rendezés, hanem ez... Vagy odafigyelsz olyanokra, Ez konkrétan nem rendezés, hanem ez... hanem, hogy te felelős vagy azért, hogy minden rendbe menjen, és akkor elkapsz egy pillanatot, és tudod, hogy az nem jó az előadásnak, mert hogyha hátul ki van derítve az egész, tehát ha most olyan, mintha itt elkezdene égne a munkavilágítás, és nem a fények égnének, akkor mindannyian ingerültek lennénk, hogy hú, hát ez nem jó, nem néz ki jól. Úgyhogy nekem inkább ez okozott problémát. Nagyon érdekes viszonyban vagyok a társulattal, mert lehet, hogy
hétfőn mondjuk veszekszem a Varjú Kálmánnal a Rómeóban, mondjuk nem kellett vele, mert csodálatosan játszik, de mondjuk azért ez vagy az a bajom van, kedden csókolózok vele az egy csók és más semmiben, hát egy csókot mindenképpen kell adni, a más semmit nem is. Úgyhogy, és ugyanígy... Szerdán pedig egy újabb szerep. Tehát mindenkivel van egy más viszonyom. Ugye máshol az igazgatót nem szokták pucéron látni ebben a színházban, ez természetes. Pont tegnap a Gotár Péter, miközben játszottam a Kertész Kutyáját, és a Péter most rendezte nálunk a Makrancos Kattát. Egyébként egy zseniális, csodálatos előadás lett. És, de hát mindig úgy látott, hogy én ott járkálok fős alá a színházban, ugye, mert izgultam a premier miatt, néztem a próbákat. Tehát egy picit most idézőjelben úgy mint a tulajdonos, a felügyelő, akinek mindenre oda kell figyelni. És tegnap a Kertész Kutyájáról pedig úgy jöttem ki, hogy ott van egy medencés jelenetünk, amikor a Szőcs Artúrral, akivel szintén szájkontaktusba kerülök, mint ifjú színésszel a színpadon, majd ő rendez egy Billi világát, ahol pedig vitatkozunk azon, hogy hogy kellene megcsinálni ezt a darabot. Szóval bonyolult a kapcsolatok vannak, és akkor kirohanok egy szál lepedőbe, fürdőköpenybe, szinte semmi nem volt rajtam, és jött szembe a Gotár. És láttam, hogy egy pillanatra így megállt, hogy most ez mesztelenül rohangászik a színházban, a folyosón, vagy mi van? Így igazga? Igen. Az, hogy Magyarországon még mindig te vagy ugye az egyetlen női színi direktor. Érzed-e úgy, hogy duplán kell dolgoznod azért, mert nőként vezeted a Vik Színházat? Azt sokszor veszem észre, hogy a fiúk véleményét többször kikérik, mint az enyémet. Eleve másképp kommunikálnak a férfiak egymással, mint mondjuk egy nővel. Tehát én jobban örülnék, hogyha a fővárosban, vagy nem tudom, a minisztériumban, vagy egyáltalán az országgyűlésben sokkal több nő ülne, mert mi másképp tudunk egymással kommunikálni, mint a férfiakkal, és ez nekem valóban néha problémát okoz. Uh-huh.